Mindenki Akadémiája színpadán ma este Heidegger Tamás, a tenyérszkenner feltalálója. Üdvözlök mindenkit, Heidegger Tamás vagyok, az Óbudai Egyetem docense, a Bejci Antal iRobot Technikai Központ igazgatóhelyettese és a Handinscan egyik alapítója. Ez egy Da Vinci sebészeti rendszer. Úgy kell elképzelni, hogy a sebész mindig itt ül a konzol előtt, ott van a beteg a másik oldalon, és azokat a mozdulatokat, amiket a sebész normálisan a két kezével laparoszkópus eszközön keresztül tud végigvinni, azokat itt a robot viszi át erről a konzolról a betegen belülre. Ezzel a világon egyedülálló sebészrobottal, amelyből Magyarországon csak egyetlen egy van, mindössze néhány ember foglalkozik. Köztük Heidegger Tamás, az Óbudai Egyetem igazgatóhelyettese. A sebészrobotika hazai képviselője fejleszt, kutat, épít. Magát elsősorban mérnöknek vallja. Homokozóban homokvárat építettem gyerekként ugyanúgy. Később jött egyszerűen az, hogy érdekelt a mérnökség, alapvetően mérnök családból származom, és nyilván ez a hatás is hozzásegített. De inkább csak egy olyan izgalmas világot láttam a robotokban, és 20 évvel ezelőtt hozzá kell tenni, ez még csak az ipari klasszikus robotika volt. Nem láttuk még ezt a hatalmas robbanásszerű fejlődést, ami azóta bekövetkezett, de az is elég vonzó és érdekes volt ahhoz, hogy úgy döntsek, hogy ezzel szeretnék behatóban foglalkozni. Heidegger Tamás már akkor tudta, hogy robot szakirányon szeretne tovább tanulni, majd később ezt valamilyen egészségügyi alkalmazással összekapcsolni. Ezért jelentkezett a Műszaki Egyetem villamosmérnöki karára. Nem nagyon lehetett találni itthon senkit, aki ezzel foglalkozott volna, viszont szerencsém, amikor a PhD képzéshez eljutottam, akkor a konzulensem nagyon széles kapcsolatokkal rendelkezett, a Benyó professzor volt az, aki segített olyan embereket megtalálni itthon és külföldön, akik már ismertek olyanokat, akik dolgoztak sebészrobotokkal, és hát így sikerült ennek révén több külföldi ösztöndíjat elnyerni, illetve olyan emberekkel kutató viszonyba kerülni, vagy közös projekteket kiépíteni, végigcsinálni, amik révén én is megtanulhattam ennek a szakmának vagy területnek a fortéjait. Kutatócsoportjával még a NASA-nak is dolgoznak, hiszen a sebészrobotika mellett az űrtávsebészet Tamás másik szakiránya. A sebészrobotika előtt nekem ez volt az egyik ilyen kitűzött cél, hogy űrrobotikával foglalkozzak, és a kettő metszetéből írtam a PhD-met, legalábbis egy részét, az az űrtávsebészet. Ugye a 70-es években elkezdődött, hogy a NASA azt szeretné, hogy az űrhajósokat tudjuk robotokkal támogatni, és amilyen dolgozták ez egész telerobotikai koncepciót, azt ma most már tényleg ott tartunk, hogy vissza akarjuk ültetni gyakorlatba, és meg akarjuk csinálni, hogyha embereket küldünk a Marsra, az már túl messze van ahhoz, hogy tényleg minden támogatást úgy adjunk meg nekik helyben. Ebben a közép-európai régióban egyedülálló felszereltségű orvosrobotikai laboratóriumban Heidegger Tamás csapatának saját fejlesztésű eszközein dolgoznak az orvostanhallgatók is. Tamásék fejlesztik és gyártják a műtétekhez használt sebészeszközöket, illetve a gyakorláshoz készülő valósághű testrészeket is. A Handinscan innovációnk története azért izgalmas, mert néhány évvel ezelőtt még műegyetemi hallgatóként állt össze az a kis csapat, mely kitalálta, hogy valami újat valósít meg, egy olyan új eljárást, berendezést fejleszt és utána gyárt, amely alkalmas az orvosi készigéné objektív mérésére. Heidegger Tamás doktori téziseit sebészrobotikából és távsebészetből írta. Mégis legtöbb idejét és energiáját az orvosi kézhigiénia ellenőrzésére alapított vállalkozásával tölti. Célja, hogy felszámolja a kórházi fertőzéseket. Munkája rendkívül összetett és sokrétű. Igazi csapatmunka. Azon szerencsések közé tartozom, akiknek a munkájuk a hobbiuk is, vagy a hobbiukból lett a munkájuk, inkább így mondanám. Tehát nagyon élvezem azt, hogy kitöltöm az időmet szakmai programokkal, nagyon sok utazással jár a munkám, tehát a világot is megismerem. Rengeteg nemzetközi barátot tettem szert velük, rendszeresen nagyon-nagyon jó és tartalmas programokat tudunk csinálni. A feleségem is sokszor velem tart. Tehát gyakorlatilag az életemnek nagyon sok területét, ami úgymond üresen maradna, amúgy azt kitölti. Kicsit a munka, kicsit a szórakozás. A kettő nálam összemosódik. Ez konkrétan egy gyárépület volt. Egy villamos energetika labor. Az 50-es években épült. Ezt a helyet kapta meg a Műegyetemi Technológiai és Tudáskanszer Iroda, hogy egy innovációs központot hozzon létre, ahol rengeteg projekt dolgozik egymás mellett, és nagyon sok fiatal hallgató és tehetség próbál sikert elérni. Heidegger Tamás első világsikerű projektje is itt kezdődött. De a legelején ez egy nagyon üres csarnok volt. A Tamásék volt az első projekt, ott hátul a sarokban dolgoztak. Most már tele vagyunk,
Körülbelül olyan 40 projekt működik párhuzamosan. Tamásék projektje volt az első pilot projekt, hogy hogyan tudunk szellemi alkotásokat, ötletet, kutatási eredményt azonosítani és a hasznosítás felé terelni. Tamásékré volt tulajdonképpen az első nagy sikerünk is egyben. Azóta világhírűvé vált az úgynevezett Handinscan rendszerük, amit hamarosan itt a Mindenki Akadémiájában is bemutat. Ami nagyon szép az egészben, és tulajdonképpen adja a motorját itt az embereknek a belső inspiráción túl, az az, hogy tanulni lehetünk egy olyan történetnek, egy igazi klasszikus technológia transfer folyamatnak, amikor egyetlen ötletből álmodtunk egy olyan készüléket, ami működött. És az elején persze csak egy kezdetleges kis prototípus volt, de el lehetett vinni az első klinikai tesztekre. Kiderült, hogy tényleg van rá szükség, sikerült akkor ekkor egy kis csapatot felépíteni, sikerült a tőkebefektetőt szerezni, és lépésről lépésre el tudtunk jutni ahhoz, hogy ma egy olyan projekt vagyunk, ami 17 országban van jelen a termékével. A pódiumon Heidegger Tamás mérnök, és témája a baktériumszkenner. Évtizedek óta tudjuk, hogy az alkoholos kézfertőtlenítők tökéletesen alkalmasak a kézben lévő baktériumok és vírusok eltávolítására. De vajon azt tudjuk-e, hogy a kórházban az orvosok, az ápolók megfelelően tisztították-e meg a kezüket, tényleg elpusztítottak-e rajta minden kórokozót? Ezt fogjuk ma részletesebben körüljárni. A Handinscannel évek óta egy olyan rendszert fejlesztünk, amely alkalmas az objektív kézhigiéniára, mérésre, ellenőrzésre egyaránt. Az egész történet, mint egy 160 évvel ezelőtt kezdődött, Semmelweis Ignác nyomán. Ő volt az első, aki felfigyelt arra, hogy orvosi ellátás során a kézhigiénének hallatlan nagy jelentősége van. Emberek ebbe bele tudnak halni. Azokban a fertőzésekben, mint a kismamák a vizsgáló orvosoktól kaptak el a Bécsi Általános Kórházban, több tucatnyi ember halt meg minden hónapban. Rettegtek tőle, féltek. Semmelweis Ignác volt az első, aki megtalálta az összefüggést a kézmosás, a kézhigiéné és a fertőzések visszaszorítása között. Mégis mi történik? A mindennapi gyakorlatban azt látjuk, hogy azok a kórokozók, amelyek a kórházban tenyésznek, sajnálatos módon százával, ezrével fertőzik meg az embereket. Alapvetően a kórokozókról azt kell tudni, hogy nem mindegyik kórokozóval van problémánk. Vannak az úgynevezett apatogén, például baktériumok, amelyek nem jelentenek veszélyt ránk emberre nézve. Ott vannak a környezetünkben, ezért mondjuk azt, hogy koszt kell lenni minden nap a gyereknek, hogy megerősödjön az immunrendszere. Igen ám, de ezzel ellentétben ott vannak a patogén baktériumok, amelyek képesek megfertőzni minket, de ezek sem minden esetben veszélyesek, csak akkor, hogyha egy fogadó szervezetre találnak. Ez az, amit érdemesebb egy kicsit részletesebben körüljárni. Mi kell ahhoz, hogy egy bakteriális fertőzésből ténylegesen valamiféle probléma és megbetegedés történjen? Először is nagyon fontos az, hogy milyen baktériumról van szó. Ugye ezt úgy hívjuk a baktériumnak a virulenciája, azaz, hogy mennyire tud minket könnyen megfertőzni, mennyire agresszív az a baktérium. Ez eltérő mindegyik típusnál, természetesen vannak erősebb, agresszívebb baktériumok és kevésbé agresszívek. A másik, a nagyon fontos tényező a kórokozók száma. Kórokozókkal ugye mindenhol találkozhatunk, de a kórházi környezetben elsősorban nagyon fontos a környezetben az általános kórokozószám, tehát az, hogy a felületeken, a kilincseken, ugye a tűkön, vagy a hivatalosan steril eszközökön mennyi kórokozót találunk. De ugyanígy fontos az, hogy a kézen mennyi kórokozó van, hiszen a kéz az ellátásnak az elsődleges eszköze. Ezen túl természetesen a beteg oldalán is fontos az immunállapot, azaz, hogy mennyire erős a szervezetünk, egy műtét után egy legyengült szervezet, aki ott van a kórházban, várhatóan sokkal könnyebben megfertőződik, ezt is figyelembe kell vennünk. Ha ezek mind-mind adottak, még mindig van egy nagyon fontos pont, be kell jutnia a kórokozó baktériumnak a szervezetünkbe. Az úgynevezett a fertőzés kapuja, tehát hogyha megsértjük mondjuk a bőrünket, egy nyílt seben, egy katéteren keresztül sokkal könnyebben be tudnak ezek jutni. És ezeknek az összessége jelent igazi veszélyt a betegeinkre. Az elmúlt években egyértelműen kiderült az, hogy ezeknek a baktériumoknak a jelenléte csak bizonyos szintig kontrollálható. Akármennyit fertőtlenítjük az asztalokat, akármennyit mosunk föl, mindig lesz egy általános szint. Viszont ez az úgynevezett fertőzési láncot, az, hogy ezt a az általános környezeti baktériumokat, főleg a kézen keresztül átvigyük a betegre, ezt tudjuk hatékonyan minimalizálni. Benjamin Franklin volt az első, aki ezt nagyon-nagyon pontosan megfogalmazta, hogy összemérhetetlenül fontosabb a megelőzés az utókezelésnél. Ha nem megfelel a kézhigiéné,
és az előbbi feltételek fönnállnak, akkor beszélhetünk úgynevezett kórházi fertőzésről. Ugye a kórházi fertőzésnek tekint a szakma mindent, ami a beteg felvételt követő 48 órán belül alakul ki, mint fertőzés, akkor jelenik meg, illetve azon túl, és amikor beléptünk a kórházba, vagy az ellátó rendszerbe, akkor ez a baktériumtörzs, a vírus még nem volt benne a szervezetünkben. Továbbá az is nagyon fontos, hogy azok a baktériumok, amik ott tenyésznek, azok nem az általános baktériumok, és még csak nem is egy egyszerűbb influenza, hanem sok-sok olyan súlyosan mutálódott baktériumtörzset tudunk találni, amelyek sokkal nagyobb veszélyt jelentenek. Természetesen a kórházi fertőzéseknek sok fajtája van. Talán legegyszerűbb a sebfertőzés, tehát a műtéti beavatkozásokhoz közvetlenül köthető. Itt is ezeknek egy része, mondjuk azt, hogy az eszközök sterilitása vagy nem megfelelő sterilitása miatt következik be. Természetesen, hogyha egy endoszkopot vagy bármilyen sebészeti eszközt nem elég tisztán helyeznek be a betegbe, akkor abból nagyon komoly fertőzés lehet. Igen ám, de az műtéti beavatkozás utáni időszakban, az utógondozásban, ami általában ugye sokkal hosszabb időt tart, ott sokkal nagyobb esély van elkapni kórházi fertőzéseket, ugyanis azt a legyengült szervezetet ott tartjuk abban az alapvetően baktériumoktól hemzsegő környezetben. Mi történik a kórházi ellátás során? Odön az ápoló, orvosi vizit van, katétert cserélnek, takarót igazítanak, lázlapra írnak, folyamatosan jönnek-mennek a betegek között. Tehát a legnagyobb számban a többi kórházi fertőzés az úgy keletkezik, hogy az ellátás során sajnos a kezükkel viszik át egyik betegről a másikra, aztán a harmadikra a szakdolgozók, anélkül, hogy ennek igazából tudatában lennének. 100 évvel ezelőtt azt gondoltuk, hogy nincs itt már semmi probléma, és kórházi fertőzések azok nincsenek, hiszen mindenki fertőtlenít megfelelően kezet. Hát ez csak addig létezett ez a tévhit, amíg el nem kezdtük mérni, és ténylegesen odafigyelni arra, hogy vajon azok a betegek, azok mitől fertőződtek, meg mitől romlott az állapotuk. A legjobb minőségi ellátórendszerekben is, egész Nyugat-Európában 3-5-10%-ra becsülik, illetve a hivatalos statisztikák ezt közlik, a kórházi fertőzések arányát. Mit jelent ez? Befekszem a kórházba, egy estét eltöltök ott akár, van 3-5-10% esélyem arra, hogy megfertőződöm valamivel. Ez egy hatalmas szám. Ez az, amit szeretnénk elkerülni, ez az, amit mindenáron meg kell akadályoznunk. Ugye nem csak arról van szó, hogy amikor megfertőződik az ember, akkor nyilvánvalóan az egészsége veszélybe kerül, sőt, sajnálatos módon több tízezer ember évente belehalnak, egész Európát tekintve, hanem arról is, hogy ez hatalmas extra költséget ró az ellátórendszerre. A legkonzervatívabb pénzügyi becslések szerint is, hogyha el tudnánk törölni a kórházi fertőzéseket, egy csapásra megoldódna az egész nyugati egészségügyi ellátórendszer anyagi problémája. Ez egy hatalmas lehetőség, amit ki kell tudnunk aknázni. Egyértelműen látszik az, hogy az elmúlt években már többször beharangozták azt, hogy győztünk, ugye fertőzéseket le tudjuk győzni, a penicillin óta tudjuk azt, hogy az antibakteriális szereknek, ugye antibiotikumoknak gyógyszerformájában mekkora szerepe van. Igen ám, de mi történik? Miért hallunk mégis egyre többet a médiában? Miért találkozunk egyre többet ezzel a problémával? Azért, mert kiderült, hogy a baktériumok sokkal-sokkal gyorsabban mutálódnak, változnak, adaptálódnak a környezetükhöz, mint amilyen gyorsan mi gyógyszerkutatásban, fejlesztésben egyről a kettőre tudunk jutni. Itt látható az 5 évi bontásban, egészen 2012-ig, hogy 5 évente hány új antibiotikumot fedeztek fel. Az egész világon összesen. Mit jelent ez? Radikálisan csökken az új szerek száma. És ez miért probléma? Mert a már kint lévő szerekkel szemben a folyamatosan adaptálódó, mutálódó baktériumok ellenállóvá válnak. Ezeket hívjuk rezisztens, illetve multirezisztens kórokozóknak. Gyakorlatilag elmondható az, hogy a kórházaknak mindegyiknek kötelezően ma már van infekciókontroll programja. Vannak kinevezett szakemberek, vannak felelősök, különböző oktató és tréningprogramok működnek. Ugye alapvetően a készigénének a végrehajtása az két módon történhet. Az egyik a klasszikus sebészeti bemosakodás. Tehát amikor a sebész felkészül a műtétre, akkor mondjuk úgy, hogy 5x1 perces vagy 3x3 perces protokollon esik át,
Folyóvíz mellett antibakteriális szappannal ledörzsöli a kezét, többször egymás után mindig eldobható papírtörőközőt használva, hogy attól se tudjon újra visszafertőződni, de gyakorlatilag azt próbáljuk elérni, hogy a felső bőrréteggel együtt minden kórokozott baktériumot távolítsunk el a kezünkről. Ha végig gondoljuk, azért ugye van a bőrnek egy természetes flórája, tehát van egy olyan baktérium kultúra, ami velünk él, a sebészeti bemosakodás során még ezt is megpróbálják minimalizálni. Ezért van az, hogy annyi bőrirritációt és bőrproblémát tapasztalhatnak a sebészek, hiszen ez egy nagyon komoly igénybevétel a kéznek. Ezzel szemben, vagy emellett megjelent az alkoholos kézfertőtlenítés, amit itt be is mutattunk az elején, ami arról szól, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor rájöttek, hogy az alkohol elképesztően hatékony vegyület a baktériumok és a vírusok elpusztítására, akkor meg kell tanulni azt a megfelelő formalizmust, amivel ez nem szárítja ki teljesen a kezet, tehát napi rutinszerűen használhatóvá teszi, és kidolgozták azokat a nemzetközi ajánlásokat, és ez most már 15 év a WHO-nak is globálisan az egészségügyi világszervezetnek az ajánlása, hogy antibakteriális kézfertőtlenítést, tehát alkoholos kézfertőtlenítést kell végrehajtani naponta, nem többször, nem több tucatszor, 50-szer, 100-szor adott esetben, hogyha biztosítani akarjuk a betegeink védelmét. Megvannak arra az előírások, hogy mielőtt hozzáérne valaki egy beteghez, miután hozzáért egy beteghez, miért bármiféle beállítást végezne a katéteren, vagy bármit mérne, kezet kell fertőtleníteni. Erre van egy 30 másodperces protokoll, tehát sokkal gyorsabb, mint a folyóvizes kézmosás, aminek a végén elpárolog az alkohol. Tehát ha veszünk az adagolóból, akkor ez miután a kézen megfelelően felvittük, tisztává teszi a kezünket, elpusztít rajta minden kórokozót. Mégis mi a probléma? Hát nem is olyan triviális az egész kezünket fertőtleníteni. Hiába van az egészségügyi világszervezetnek erre külön 6 lépéses protokollja, hogy hogyan csináljuk, hogyan dörzsöljük, az emberek elfelejtik, nem úgy csinálják, kihagynak részeket. Ez olyan súlyos probléma, hogy évtizedek óta nem találunk rá megfelelő megoldást. Régen úgy gyakorlatoztatták a sebész hallgatókat, hogy bekötötték a szemüket, bekenték a kezüket szénporral, aztán odaeresztették őket a csaphoz, hogy mossák le vakon, bekötött szemmel. Tehát, hogy a rutin kialakuljon. Ma ennél szerencsére vannak sokkal jobb módszereink, úgynevezett UV-jelölt, tehát csak UV-fény alatt látható szerekkel tudjuk mérni azt, hogy valaki mennyire jól tudja fertőtleníteni a kezét. De mégis, amikor oda megyünk a klinikumba, és mérjük az embereket, megvizsgáljuk, akkor az elmúlt 35 évben ugyanazt tapasztaljuk, hogy az eseteknek a 30%-ában kihagynak valamit. A hüvelykújat, az új végeket, a kéznek a különböző területeit, mind-mind olyan dolgokat, amelyeket az ember a mindennapi állítás során használ. Azzal fogok meg, azzal igazítok meg valamit, tehát ha volt bármiféle baktérium, vírus, gomba a kezemen, sajnálatos módon az akkor ott is marad. És a következő mozdulattal így vissza tudom fertőzni az egész kezemet. Ezért nagyon nagy jelentősége van a kézhigiénés technikának, amelyet sajnos az elmúlt évekig alulbecsültek, és sokkal kevesebb figyelmet fordítottak rá, mint szeretnénk. 5 évvel ezelőtt egy pár hallgatótársammal alapítottunk, vagy elindítottunk egy egyetemi kutatási projektet. Nem volt ez több, mint egy kósza gondolat Lehocki Ákos kollégámtól, hogy alkossunk egy gépet. Nézzük meg, hogy ezt a oktatási, betanítási, ellenőrzési folyamatot hogyan tudnánk gépesíteni. Ugye arról van szó, hogy az embereknek valamiféle visszajelzést kell adni, és nyilvánvalóan nem megvalósítható az, hogy valaki mindig áll a másik válla fölött, és jegyzetel, hogy hát a főorvos úr most szerintem kihagyta abba a hüvelykújját, tehát ez nem megvalósítható. Viszont ott egy gép, ami tud mérni, tudja rögzíteni az adatokat, esetleg digitális kiértékelést is biztosít, akkor az egy minőségi előrelépés, hiszen ezt szervesen integrálni lehet a mindennapi ellátási folyamatokba, és folyamatosan generálódik az a fajta tudás, ismeret, hogy hogyan kell igazán jól végezni a kézhigiénés fertőtlenítést. Erre az első prototípus, amit készítettünk, az meg egészen egyszerű volt, csak digitálisan rögzítettük a felvételeket, és utána egy infekciókontrollos szakember tudta ezt függetlenül kiértékelni, már ezeket a mintákat. De akkoriban ez is olyan innovációnak számított, hogy meghívtak minket a szingapúri egyetemi kórházba, ahol több mint 5000 embert mértünk le ezzel a módszerrel, és tanítottuk meg nekik a helyes kézhigiénés technikát. Amikor kiderült, hogy ennek igenis van keletje, és ez egy újszerű dolog, akkor nekiállt a kis csapat a műegyetemen egy valódi eszközt fejleszteni, ami már automatizált. Ez lett a Handinscan berendezés, amely alkalmas volt már arra, hogyha valaki akkor még aláhelyezte a kezét, akkor valamiféle méréssel és digitális képfeldolgozással
objektíven megmondja, hogy mit lát rajta, hol hagyott ki területeket. Gyakorlatilag úgy kell elképzelni az egész rendszert, hogy fényképet csinálunk UV megvilágítás alatt, és utána a saját fejlesztési szoftver algoritmusunk megtalálja, hogy hol van a kéz, és megtalálja rajta, hogy hol vannak azok a területek, ahova jutott a szerből, elpusztultak a baktériumok, és hol vannak azok a területek, ahol sajnos nem jutott, tehát fel kell hívni rá az embernek a figyelmét, és ezt mondjuk piros színnel meg tudjuk jelölni, hogy hopp, ott kimaradt valami, tessék visszamenni, újra csinálni. Vagy, ami még jobb ugye, mivel ez digitális információ, ezt rögtön föl tudjuk küldeni az internetre, vagy el tudjuk küldeni a felettesének. Akkor abban a pillanatban, hát mondjuk nyilván nem életszerű, de előveszi a kórházi igazgató a telefonját, és látja rajta, hogy a doktor Kovács már megint kihagyta abba a hüvelykujját. Nyilván nem érnek rá ezzel foglalkozni, de innentől kezdve, mint digitális adat, megvan a lehetőségünk, hogy statisztikát csináljunk, elemezzük ezeket, kitaláljuk, hogy ténylegesen hol van szükség javítani a technikát. Nyilvánvaló, hogy nem lehet egy ilyen készüléket most mérnökként csak úgy odaadni a kórházakba, hogy tessék vinni, és akkor mindenki örül neki. Éveken keresztül teszteltük a technológiát. Kivittük magyar kórházakba, és itt 4 magyar kórházban egy éven keresztül végzett méréseknek az eredménye látható, ahogy az emberek átlagosan másfél hibát vétettek, kihagytak egy hüvelykujjat, a kézháton foltokat, és amikor kihelyeztük ezt az eszközt, és elkezdték használni, akkor azt láttuk, hogy így folyamatosan az oktatás hatásaként ezt töredékére, negyedére, ötödére csökkent a hibázók száma. Azaz, szép fokozatosan az emberek megtanultak kezet fertőtleníteni. Döbbenetes ez annak fényében, hogy úgy gondoltuk, hogy az egyetemi oktatás, meg az ápolóképző minden után az emberek már tudnak kezet fertőtleníteni, és ez örökre így is marad. 160 évvel SemmelWeis után ez még mindig egy folyamatos probléma. A tapasztalatok alapján elkészítettük a SemmelWeis-szkennert, az új generációs eszközt, amely sokkal gyorsabban, sokkal rutinosabban tudja ezeket a kiértékeléseket megvalósítani, és ez az, amely most már technológiában 21. századi eszközökkel felvértezve ténylegesen képes egy adott kórházban, vagy ott esetben egy élelmiszeripari gyárban, gyártási környezetben megvalósítani azt, hogy folyamatosan tudjuk ellenőrizni, hogy milyen technikája, készigénés technikája van az ott dolgozóknak. Nagyon büszkén és örömmel mondhatom, hogy sok-sok évnyi fejlesztés és küzdés után startupként, tehát egy saját kis induló vállalkozásként most már egy 20 fős csapat vagyunk, amelyek itt Budapesten továbbfejlesztik, gyártják ezt az eszközt, és a világ 17 országában használják már ezt aktívan. Legnagyobb sikerrel a koraszülött osztályokon. Ott, ahol egyetlen fertőzés azonnal a csecsemők életébe kerülhet, nagyon-nagyon fontos az, hogy mind az ott dolgozóknak, mind az inha oda látogatóknak le tudjuk ellenőrizni a készigénéjét, és ezáltal biztosítsuk azt, hogy egy kórokozómentes környezetben tudnak gyógyulni, fejlődni a pici babák. Most pedig szeretném önöknek bemutatni a SemmelWeis-szkennert, a legújabb verziót, amely alkalmas arra, hogy rutinszerűen, objektíven mérjük a készigénés teljesítményt. Szeretnék megkérni egy önként jelentkezőt, hogy fáradjon ide, és mutassa meg nekünk, hogy hogyan lehet ezt használni. Parancsolj! Nagyon fontos, hogy ezeket az alkoholos kézfertőtlenítőszereket kell ugye használni a mindennapok során, sőt az előírás az is megmondja, hogy 3 millilitert kell adni. Ezekből kell venni, és eldörzsölni megfelelően a kéz teljes felszínén, úgy, ahogy ugye azt a WHO előírásait mutatják. Mi a SemmelWeis-szkennerrel képesek vagyunk egyedileg azonosítani az embereket, azaz mindenki a saját kártyájával tudja használni. Miért fontos ez? Mert innentől tudjuk pontosan, hogy ki az, aki éppen az eszköz előtt áll. Helyezd be a jobb kezedet. Igen, ezután természetesen következik mindig a bal kéz. Azt is be kell helyezni. És a készülék a digitális kiértékelés végén megmutatja, hogy mi az eredmény. Azt láthatjuk, hogy a tenyereket tökéletesen megfelelően sikerült gyakorlatilag fertőtleníteni, itt a bal hüvelykúj élét leszámítva mindenhova került. Igen ám, de amikor megnézzük a kéz hátat, akkor egyértelműen látszik, hogy míg a jobb kézen nagyjából sikerült lefedés, a balra alig jutott. Ilyenkor dönthetünk úgy, hogy az illetőt, mielőtt odaengedjük az ápolási részlekhez, megkérjük egy újabb alapos kézfertőtlenítésre. Nagyon szépen köszönöm a segítséget, és önöknek is köszönöm a figyelmet. Ne feledjék, a készigéné életet ment. Köszönöm. Nagyon tetszett.
Nekem az külön nagyon tetszett, hogy fiatal kis csapat egy másik oldalról közelítette meg az egészségügyet, tehát nem az egészségügyi problémákat, hanem hogy mit tudunk megoldani. Aki nem szakértő ezekben a témákban, az tényleg annyit lát ebből, hogy az orvos ez kicsit megmossa a kezét, mondjuk a csap alatt, vagy ilyen fertőtlenítő szerekkel megtörlés annyi, de hogy ez ennyire körültekintően kell elvégezni, meg ennyire veszélyes, azt nem gondoltam volna. Sokkolóak voltak a számok, és az a tény is, hogy az antibiotikumok már nem mindenhatóak, nem oldanak meg minden problémát. Ez engem mélyen szíven ütött, mert én ezt a készüléket a 21. század nagy találmányának tartom. Sajnálom, hogy az én időmben ilyen még nem volt, hogy ez csak a mostani kor találmánya. A Mindenki Akadémiája várja előadók jelentkezését. A színpad nyitva áll, aki pedig személyesen hallgatná meg tudósaink előadását, jelentkezhet nézőnek. Holnap dr. Bitter István pszichiáter előadása jön arról, hogy a felnőttek 4%-át érinti a figyelemzavaros hiperaktivitás.